Kispetrén mindenki tudja, hogy ki Jávorka Csaba. A tanárul több generációt tanított a helyi iskolában. Pedagógusként és iskolaigazgatóként nevet és megbecsülést szerzett magának. Gyerekkora óta rajzol és fest, de komolyan a 70-es évektől kezdett a festészettel foglalkozni. Autodidakta módon és neves festőművészek alkotó táborában képezte magát. A 80-as években népszerűek voltak egyéni stílusba festett tájképei, aktjai, csendéletei. A 90-es évekre kialakult saját egyéni stílusa, azóta rendszeresen kiállít. Képei többnyire absztraktok, 5 éve ment nyugdíjba, azóta még több időt és energiát fektet művészetébe. Én neki kezdek festeni, van egy alap elképzelésem. Nem tudom, hogy milyen lesz a kép végül is. Van egy alap elképzelésem, és azzal indulok. Tehát egy ilyen nagy gesztusokkal fölviszek akrillal, ugye, fölviszem a képnek az alapvázát. Amit általában meg is tartok, tehát ez nincs, viszont részleteiben még nem tudom, mi lesz belőle. És ezt a kép mondja meg a továbbiakban, hogy mi lesz. Tehát amikor ezt fölfestettem, akkor úgy én azért tart nekem sokáig a festés, mert akkor sokszor fél órákat is átsorgok előtte, és akkor a kép nekem megmondja, hogy mit csinálj. Mert meglátok benne egy motivumot, vagy amiből ez lehet, akkor azt megpróbálom megfesteni. Aztán utána ez már megadja az irányt, és innentől kezdve a kép lassan-lassan alakulgat. Aztán olyan is előfordul, hogy egyszer csak jön egy olyan érdekes folt, vagy egy véletlen hoz egy olyan foltot, olyan izgalmas felületet, hogy az egészet sútba verem, és egy teljesen más irányba indulok el. Mert az a kép azt súgja nekem, hogy azt hagyd abba, ezt csinál. Itt mindenhol arcok, látod, el dugva, ez is egy arc, ez is egy egész, mint egy ilyen akár egy UFO, vagy egy nem tudom, ezek az arcok jönnek, és akkor hát itt majd még ez is egy érdekes felület. Egy nagyon kedves festőbarátom találta ki azt, hogy ez absztrakt festészet ugyan, de ez egy speciális absztrakt, és azt mondta rá, hogy ez pszichoabstrakt. Korábban már sokat beszélgettünk arról, hogy ezek pszichedelikus képek. Na most pszichedelikus képeket általában a különböző drogok, kábítószeres befolyás alatt álló festők festenek. Ami azt jelenti, hogy egy abszolút élménykép. Az enyémek azért nem ilyenek, mert ugye azokra az jellemző, hogy nincs bennük az a rend. Tehát kicsit ziláltabb képeket festenek ezek a pszichedelikus festők. Én nekem pedig rendkívül fontos a képen a rend. Tehát én nem tudnék soha olyasmit csinálni, hogy elfolyatom a festéket, ami manapság divat, meg pacsmagolok jobbra-balra a színeket, meg mit tudom, nekem ott a képnek végső soron rendnek kell lenni, és a képnek harmóniát kell tükrözni. Tehát a legnegatívabbat festem, akkor is harmóniának kell lenni a kép. Amikor én elkezdek képet festeni, erre most már akkor rájöttem éppen emiatt, hogy itt elemezték jó pár képemet, én mindig aranymetszésben kezdem el a képet. Ez egy érdekes dolog nekem mindig jobb oldalon, tehát az én jobb oldalamon, ugye, kezdem el, soha nem, mert a festők általában balról haladnak jobbra, mert ugye egyszerű a magyarázat, hogy nem érek hozzá esetleg a kezemmel, vagy a mit tudom én, és akkor elmaszatolom, amit már megfestettem, nekem meg fordítva van. Jobbról megyek balra, mert nekem az aranymetszésnél kell valamit elkezdenem. Általában ezek a képeimnek a középpontja is maradnak, mert ott kezdem a festést. Ez nem tudatos, és ez nem egy 100%-os aranymetszés. Tehát nem úgy, hogy megmérem az arányokat, az oldal arányokat, vagy az oldal arányokból jön létre ez az aranymetszés, hanem úgy ösztönösen oda, ez lehet, hogy pár centivel jobbra van, vagy balra van, de azért aranymetszésben van. Az embernek egyet tudomásul kell venni, hogy van körülöttünk egy látványvilág.
Tehát a szemünkkel mindent nézzünk. Én mindig azt mondtam, hogy a szemünkkel sohasem látunk, a szemünkkel nézünk csak. És amit pedig igazán látni akarunk, azt az agyunk teszi, tehát az agyunkkal látunk, mi nem a szemünkkel. Ezért van az, hogy ugyanazt a dolgot az egyik ember így látja, a másik úgy látja. Egy festmény esetében is az egyiknek ez egy csoda, a másiknak egy borzalom. Mert ugyanazt látja, de hát az agya az másképp reagál rá. Ez egy érdekes dolog, amikor én azért jutott eszembe, mert úgy jutottam el a spirálokig, hogy a festészetemben egyre jobb, ezek a bizonyos fraktálok előjöttek. És a fraktálból szinte teljesen logikus módon következett a spirál, és ma csak és kizárólag hatalmas ívekkel tudom kezdeni a képeket. És ezért is festek mostanában inkább nagyobb méretű képeket, mert a gesztusokhoz a nagyobb méret kell. Ugye a festők zöme az belehelyezi a fő motivumot a kép közepébe, és akkor szépen itt még a széleket inkább így elnagyolja, vagy hagyja üresen, ha úgy tetszik. Nálam meg a kép folytatódik. Tehát ha te ránézel, akkor ezek a képek a te képzeletedben kell, hogy folytatódjon. Tehát kell, hogy ez itt mozgásban van. Tehát ez bármikor változhat, mert ez az ív, ez ugye lehet, hogy majd arrébb hajlik, vagy ezek az arcok akkor torzulnak, akkor megint más lesz. Én mindig rajzoltam, megfestettem, gyerekkoromtól kezdve. El kell, hogy mondjak azért itt most egy valamit. Én nem tettem én ezt nagy dolog, 8-os voltam, és egyik barátom otthon megnézte az én rajzaimat. Akkoriban főleg ilyen általam olvasott könyvekből, ifjúsági regényeknek az illusztrációit, azokat másolgattam, meg ilyesmit. És hát annak nagyon tetszett a srácnak, és akkor mondta, hogy ezt meg kell mutatni, nem mondom a nevét, a rajztanárnak, meg kell mutatni. Hát mondom, én nem mutatom meg. De csak majd én megmondom neki. Csak ide. Eltöltöttünk egy délutánt azzal, hogy nagyon sok rajzba kiválogattunk egy olyan 15-20 darabot, hogy na, ezeket talán meg érdemes megmutatni. Ugye persze ő már, ahogy reggel bementünk az iskolába, az összes osztálytársának ezt már újságolta, mindenki megnézte már addig, mindenki odáig volt, utolsó volt a rajzóra. És akkor hát persze már mindenki lelkesen mondta, hogy tanárbácsi, tudja-e, te ennek a Jávorkának milyen rajzai vannak, nézze meg. Hó, tényleg? Na. És akkor fölállt, én a legutolsó padba ültem, és akkor odajött. Na, hol vannak? Hát egy dossziéban voltak, kinyitotta a dossziét, úgy kivette így belőle a rajzokat, és ahogy most mutatom, jó, így nézte, így fogta, és így, és ilyen sorrendben fogta, így letette, így fogta, letette, így fogta, letette, 18, 19, 20, letette, becsukta a dossziét, na, jó van, és elment. Na most én engem nem az... Nem voltam túlértékelve. Nem voltam túlértékelve, de nekem ez egy akkora csapás volt, megmondom őszintén, mert én nekem akkor már engem elhülyítettek az osztálytársaim, hogy hát ez micsoda, és én azt hittem, hogy ez egy nagyon nagy dolog, talán persze minimum meg fog dicsérni, vagy legalább egy jó szót mond, vagy csak csinál tovább, fiam, vagy akármit. És semmit. Semmit. És engem ez nagyon, mai napig előjön, amikor engem kritizálnak, akkor mindig előjön ez a mozdulat, ahogy rakta le az én rajzaimat, és csak egy pillantást vetett rájuk. Ez azért is jó volt, hogy tanuld meg elviselni, tehát aki kiáll a közönség elé, bármilyen alkotással, még ha legjobban is áll ki, mindig vannak olyanok, akiknek az nem tetszik. Tehát azt nem lehet, olyat nem lehet festeni, mindenkinek tetszik. És akkor el kell viselni ezeket is. A 70-es években alföldi tájakat festettem, aktrészeket, nem is festettem teljes aktokat, csak ilyen részleteket, kicsit a női csípőt, a ciciket, vagy valami, csak úgy elmostam szépen. Egyébként sikerük volt, és ezeket jól vették akkoriban, és német kapcsolataim voltak, és akkor ott például nagyon imádták ezeket a képeket, nagyon sokat meg is vásároltak tőlem. Na most utána valahol a 80-as években éreztem rá a saját stílusomra. Most ezt elmesélem, mert ez egy érdekes dolog, hogy akkor jöttem rá, hogy tulajdonképpen egész mást kell festeni, mint amit én elsőre látok.
festettem egy Krisztus arcot, a szenvedő Krisztust, egy sorozatot festettem, és akkor ez volt a befejező, az elvégeztetett, vagy bevégeztetett ez a címe. És megfestettem, igyekeztem szépen a szenvedő arcot megfesteni, kidolgoztam szépen a karján, az izmokat, a mit tudom én, és úgy napokig ott volt ez a kép, és nem éreztem, hogy egy bődületes nagy gicset festettem. Tehát nem tudtam megszabadulni a sztereotípiáktól, ahogy a Krisztus festi, és mindenki úgy festi. És akkor egyik éjszaka fogtam, föltettem ezt a képet, és előtte pont kékekkel, feketékkel, fehér, ilyen színek voltak ott nálam, fogtam a spaklit, és az egészet átdolgoztam a spaklival, a kezemmel, az ujjammal, stb. Nem volt több egy 20-30 perc, és akkor hátraléptem, és azt mondtam, hogy ez az. Ez a Krisztus. És ez volt az a pillanat, amikor rájöttem, hogy Jávorka, ne másolj. Nem érdekel az, amit te nézel a szemeddel, hanem az érdekeljen, amit az agyaddal gondolsz mindenről. Nekem van egy úgynevezett kimondottan baráti köröm, akiket barátaimnak nevezhetek festők között, és van egy szélesebb értelemben vett réteg, szintén a festők között. Ez több száz festő, aki úgy rendszeresen megnézi az én alkotásaimat, rendszeresen reagál is rá, vagy ír egy e-mailt, vagy egy üzenetben, vagy valami, akár jó, vagy akár rossz véleménnyel. Ez rendkívül fontos. Na most az úgynevezett élvonalba, amit a hivatalos művészettörténet ma élvonalnak tart, az én tőlem nagyon messze van. Tehát az embernek tudomásul kell vennie, hogy végül is csak egy porszemám a gépezetbe. Most gondolj bele, hogy itt körülbelül több ezer festő van Magyarországon, aki festészettel foglalkozik, és aki valahol meg is jeleníti ezeket az alkotásait. Most ebből nyilvánvaló, ha csak annyit mondok, hogy van 100, akinek az alkotásai mind értékesek. 100. Na most ebből kiválasztódni, az első 10-ben mondjuk bekerülni, ez szinte teljesen a véletlen dolga. Szerencse dolga. Hogy a te képeid rátalálnak egy olyan galériásra, aki forgalmazza őket, egy olyan médiumra, aki odajön, egy olyan szerkesztőre, aki odajön és riportot kézzel és bemutatja őket. Ez szerencse dolga nagyon sok esetben. A képeknek persze az a dolguk, hogy felfigyeljenek rá, de hogy ebből újságcikk legyen, hogy ismert legyél, hogy sztárfestő legyél, ez egy másik világ. Ez egyébként nem az én dolgom. Tehát ez a képeknek a dolga. Ez nem vagy sikerül, vagy nem. Én nem is vágyom arra. Tehát ilyenfajta ambícióim soha nem is voltak, hogy egy nagyon ismert, híres figura legyek én ezáltal. Jávorka színei erőteljesek, tiszta tubus színeket nem, vagy csak kivételes esetekben használ. A színátmenetek gazdagsága jellemzi a képeket. A kompozícióit első felszínes pillantása a zsúfoltság jellemzi, ám egyéni látásmódja itt is megnyilvánul. A kép nem különálló kompozíció, hanem egy kimetszett rész a valóságból. A szemlélőben az a látszat alakul ki, hogy ez a képi világ folytatódik minden oldalon túl, egészen a végtelenségig. Jávorka Csaba képei szerethetőek, egy különleges világba vezetnek be minket. Fedezzék fel önök is ezt a világot!